Műsorral és ünnepi beszéddel emlékeztek meg a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület tagjai az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról Szekszárdon. A klubban ez már hosszú évek óta hagyomány. Az alsóvárosi és az újvárosi temetőben zajlanak a megemlékezések, és ezt tényleg az Egyesület idézőjelben találta ki, és nagyon örülünk neki, hogy Szekszárd megyei jogúváros önkormányzata is ebben támogat minket. A hagyományok szerint mi március 15-én jöttünk jó néhány évvel ezelőtt ide a sírokhoz, aztán rájöttünk, hogy mindig ütköztünk a városi ünnepséggel, és nehezen volt megoldható, ezért kitaláltuk, hogy ez egy önálló rendezvénye lesz tulajdonképpen az Egyesületnek. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok! Az újvárosi temetőben Hollós Alajos és Török Zsigmondra emlékeztek, az alsóvárosi sírkertben pedig Garai Antal főhadnagy nyughelyénél rótták le tiszteletüket a jelenlévők. Az elnök elmondta, a programba elsősorban a diákokat szeretnék bekapcsolni, így mindkét helyszínen általános és középiskolás tanulók is részt vettek az eseményen. Emellett szokás ilyenkor, hogy a rendezvény előtt a fiatalok rendbe teszik a nyughelyeket. A sírgondozás szerintem nagyon fontos. Valahol a gyerekektől kell ezt a mozgalmat fenntartani és éltetni, úgyhogy így kapcsoljuk be a gyerekeket. Én pénteken jártam az alsóvárosi temetőben, én a Garai János gimnáziumban tanítok, és van egy honismereti szakköröm, és a gyerekek nagyon-nagyon szívesen jöttek ki, és ami nagy öröm volt számomra, hogy nagyon szépen gondozza a sírokat Szekszárd megyei jogúváros önkormányzata, és mire kiértünk, tulajdonképpen nem sok dolgunk volt, és ez örömteli dolog. A program zárásaként a jelenlévők megkoszorúzták a 48-as honvéd hősök sírhelyét.